Az NB2-es búcsút követően többen távoztak a kisvárdai csapattól, Nagy Bálint és Nacsa Péter magasabb osztályban szeretne szerepelni, Bognár Zsolt hazatért szűkebb pártiájába, a többség viszont ott volt a szezon első edzésén. A régiek mellett jó néhány próbajátékos is megjelent az új edző, Kocsis János által vezényelt tréningen. Rengetegen voltunk az első edzésen, közel 30-an. Nagyon sok új próbajátékos érkezett hozzánk, akiket a héten, illetve a jövő héten még a szakmai stáb megfigyel, és majd eldöntik, hogy közülük kiket fognak még közénk leigazolni. Még ilyenkor napi egy edzésen megyünk, szombaton egymás közötti játék lesz, vasárnap még pihenőt kapunk, aztán jövő héttől már bekeményedik a dolog. Lesznek két edzések, lehetséges edzőtáborról is van szó, hát meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. Olá Dávid tavasszal az őszinél kevesebbszer jutott szóhoz a csapatban, ennek ellenére a védő nem gondolt a távozásra. Én is azok között voltam, akik elég hamar megegyeztünk és eldöntöttük, hogy maradunk. Első között így nem is nagyon jött szóba most még a váltás. A Kisvárda Masterguda bajnoki cím megszerzését tűzte ki célként, mivel a csapat azonnal vissza akar jutni az NB2-be. Szerintem sokkal nehezebb lesz, mint benn maradni, ami ugye nem sikerült. Van vagy 5-6 csapat, akinek egyértelmű célja a feljutás, mi is köztük vagyunk. Hát meglátjuk, kinek fog sikerülni, de biztos, hogy nagyon nehéz bajnokság lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága 44 csapat nevezését fogadta el az NB3-ra, a csoportbeosztásokat később készítik el, az viszont már biztos, hogy a szezon augusztus 16-án kezdődik.